Ugye a feladat az nem lehet más, mint hogy a csapatot az első osztályban mindenképpen bent tartani. Erre van 6 mérkőzésünk. Én nagyon bízok benne, és ha nem bíznék, akkor nem ülnék itt, hogy sikerülni fog. Nem könnyű a helyzetünk, ismerve egyrészt a sorsolásunkat, de én mindenképpen nagyon bizakodó vagyok. A játékosokon az elmúlt 2 napban éreztem azt, hogy ők is talán átélik azt, hogy milyen szituációba került a csapatunk. Remélem, hogy ez szombaton a pályán is viszont látom tőlük. Vannak olyan alapjátékosok, akik eddig általában szerepeltek a kezdőcsapatba. Elég bő a keretünk, úgyhogy ezzel nem szabad, hogy ezzel foglalkozzunk, hanem azok a játékosok, akik most szerephez jutnak, azoknak van egy bizonyítási lehetőség. Hát lehet, hogy csak azt feltételezik, hogy minőségben van különbség a hiányzó, és aki majd fogja pótolni, de én azt gondolom, hogy egy motiváltsággal ezt a különbséget lehet pótolni. Nem foglalkozunk azzal, hogy kik estek ki. Vannak sérültjeink is még ráadásul, de hagyjuk ezt, nem az a cél, hogy most itt különböző mentséget kell találjon az ember már mérkőzés előtt, hogy XY hiányozni fog, azokból kell megoldani, akik rendelkezésre állnak. Már többször előfordult ilyen beugrás. Az ember úgy van vele, hogy ha van egy felkérés, akkor mindenképpen átgondolva pozitívan kell hozzáállni ebben a helyzetben, és nem elmenekülni a feladat elől, hanem bátran bele kell vágni. Én úgy gondolom, hogy meg fogjuk oldani közösen a csapattal. Hát ismerve ugye a többi csapatnak a sorsolását is, én úgy gondolom, hogy 6 meccsből, ha 7-8 pontot szerezett csapat, 37-38 ponttal bent lehet maradni az első osztályban.